Köszöntök minden kedves tévénézőt! Ez itt a Polgármester Válaszol című műsorunk legújabb adása. Köszöntöm Szepesi Tibor polgármestert stúdiónkban. Köszönöm, hogy ismét elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Tekintsük át, hogy a legutóbbi képviselőtestületi ülésen milyen döntések születtek. A napirendi pontok között javaslatként szerepelt a települési támogatások rendszeréről szóló rendelet módosítása. Milyen döntés született, mely támogatásokat érint a változás és hogyan? Természetes, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük azokat a változásokat, ahol be kell avatkoznunk. Egyrészt a költségvetés figyelembevételével, másrészt pedig a való életnek a mozgásával. Láttuk azt, hogy azok a támogatások, és itt elsősorban a lakhatási támogatás, illetve gyógyszertámogatás szorult át vizsgálásra és kiigazításra, hiszen az egyfőre eső jövedelem határok változtak az elmúlt évek során, és így egyre kevesebben kaptak lehetőséget, vagy élhettek azzal a lehetőséggel, hogy ezt a fajta támogatási formát igénybe vegyék. Egy picit a mai élethez igazítottuk ezeket a költséghatárokat, mint egy 20%-kal megemelve az egyfőre jutó költségarányt. Ezzel pedig azt értük el, hogy sokkal többen vehetik majd igénybe ezeket a támogatásokat. Nyilván nem csak ezt a két támogatási formát kell folyamatosan figyelni, hanem minden olyan lehetőséget, amely a családok segítését jelenti, azoknak a családoknak a segítését, akik egy picit nehezebb helyzetben vannak. Én azt gondolom, hogy mind a két támogatási forma ebbe a körbe tartozik, és én azt remélem, hogy sokkal többen igénybe tudják venni, bár igazából azt szeretném, hogyha egyre kevesebb igénybevevő lenne, hiszen az azt mutatja, hogy mindenki megfelelő munkahelyen dolgozik, és igénybe tud venni más olyan lehetőségeket, ami nem segélyhez köthető, de aki rászorul, azt mindenképpen támogatni kell az önkormányzatnak. Milyen döntés született a kül- és belterületi utak kátyúzásával kapcsolatban? Mikor kezdődhetnek el ezek a munkálatok? Ezek a munkálatok igazából elkezdődtek, hiszen az önkormányzat intézménye, a Városgondnokság folyamatosan figyeli az utak állapotát. Ahol szükséges, ott beavatkoznak, hiszen megvan az a saját forrása magának az intézménynek, illetve az önkormányzatnak is a költségvetésen belül, amelyet saját forrásból az intézmény rendelkezésére tud bocsájtani. A mostani testületi ülésen nem a meglévő forrásoknak a felhasználásáról döntöttünk, hanem a Start munkaprogram keretén belül kapott lehetőségről, hiszen ebben a mintaprogramban lehetőség van arra, hogy aszfaltot szerezzünk be, és ezt használjuk föl a város útjainak javítása érdekében. Ennek a beszerzéséről döntöttünk, illetve arról, hogy ezt a beszerzett aszfalt mennyiséget hol kívánjuk felhasználni. Tehát mindenképpen egy picit kiigazításra szorul, amit a testületi ülésen ugye megkérdezett az egyik képviselő is, nem az összes aszfaltozási költségről döntöttünk, hanem kimondottan a pályázati forrásról. Ehhez hozzá kell tenni még nagyon sok forrást ahhoz, hogy az összes utunk rendben legyen. Nyilvánvalóan egyszerre ezt nem fogja tudni az önkormányzat megvalósítani, de keresünk azokat a lehetőségeket, elsősorban pályázati forrásokat, amellyel tudunk majd gazdálkodni. Elmondtam az előző polgármesteri válaszokban is, tévéadásban, hogy nagyon sok olyan pályázatunk van, amely útfelújításhoz, járdafelújításhoz kapcsolódik. Elég nagy összegről beszélünk, hiszen közel 300 millió forint az, amelyet idén el fogunk tudni költeni útfelújításra, illetve járdafelújításra. Mi is pontosan a millió lépés az iskoládért elnevezésű kihívás? Milyen döntés született erre vonatkozóan? Ez egy nagyon jópofa program, hiszen arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy minél többet mozogjanak elsősorban a fiatalok. Láttuk az elmúlt években a különböző felmérésekből, hogy Magyarország egy eléggé elhízott nemzet, és ez elsősorban a fiatal generációkra is jellemző már sajnos. Keveset mozognak, és egy teljesen más világban élik az életüket, elsősorban a virtuális világban,
és nem feltétlen a mozgás az, amely a legfontosabb prioritás számukra. Ez a program nagyon hasznosan és nagyon jól arra hívja fel a figyelmet, hogy minél többet mozogjanak, vagy ha nem is minél többet, de minden nap próbáljanak meg egy picit mozogni, hiszen apránként lehet összeszedni azt a sok-sok millió lépést, amellyel aztán lehet a saját választott iskoláját támogatni valamilyen formában. És nem csak a gyerekeknek, hanem bárkinek, hiszen ez egy mobil applikáció, le lehet tölteni, méri a mindennapi lépésszámot, estére föl kell tölteni. Ugye a gyerekek látják egymás között ebben az applikációban, hogy mennyit mozgott a társuk, melyik osztálytársuk a legaktívabb, egy picit ösztönözheti őket arra, hogy többet mozogjanak. Hiszen van benne egy nagyon jó pofa dolog is, hogy a pénteki nap például duplán számít, tehát nem 2 pontot, hanem 4 pontot lehet szerezni. Vannak benne különböző zöld programok, amelyekkel plusz pontokat lehet szerezni. És hát a szülők is kapcsolódhatnak, megnevezve azt az iskolát, ahova a lépés számokat lehet gyűjteni. És hát ugye ennek van egy tétje is, hiszen elég komoly ajándékcsomagokat sorsolnak ki majd az iskolák között központilag. Lesz néhány olyan iskola, aki akár több millió forintos támogatást is kaphat. Ehhez a programhoz csatlakozott önkormányzatunk. Azokat az iskolákat, akik teljesítik a feltételeit ennek a programnak, ajándékutalvánnyal, 300 000 forintos sportszerutalvánnyal fogjuk jutalmazni. De ehhez az kell, hogy teljesítsék ezeket az elvárt pontokat. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, gyermekeket, szülőket, hogy vegyenek részt ebbe a programba, hiszen nagyon hasznos a mozgás és a jövő szempontjából is. Mai adásunkban végére értünk a kérdéseknek. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönjük, hogy elküldték kérdéseiket. Találkozzunk legközelebb is. Viszontlátásra!